Oklevéllel és 50 ezer forintos pénzjutalommal gazdagodtak a média a Családért Alapítvány jóvoltából azok az újságírók és műsorkészítők, akik az elmúlt fél évben kiemelkedő munkával vétették észre magukat a nyomtatott vagy elektronikus sajtóban, illetve televízióban vagy rádióban. A díjat a Média Családért Alapítvány és a Képmás Családmagazin még 2007. szeptemberében alapította meg. A célja pedig az, hogy inspirálja a média képviselőit, hogy megnyilvánulásaikban a családot mint értéket jelenítsék meg. Hívta fel a figyelmet a 6. kerületi kulturális és közösségi szintér egyik termében rendezett díjátadó ünnepségen az est háziasszonya Zalka Katalin, a Képmás munkatársa. Díjat kapott Varga Tünde Kései Családalapítás című cikkéért, amely a Nagykanizsai Maratonban jelent meg március 25-én. Varga Tünde a díj fontosságára hívta fel a figyelmet. Nagyon fontosnak tartom, hogy van egy ilyen díj, mert azt tapasztalom, hogy a sajtóban nagyon ritkán kap igazán szerepet a család és az ezzel kapcsolatos értékek, és jó, hogy van egy olyan alapítvány, van egy olyan szervezet, aki ezt nézi és díjazza. Oklevéllel és 50 ezer forintos pénzjutalommal gazdagodhatott F. Nagy Ágnes, az Éva magazin munkatársa, ez már az Ő élete című munkájának köszönhetően. F. Nagy Ágnes cikkében megfogalmazta, milyen érzések kavarogtak benne, amikor a lánya külföldre ment tanulni. Ezt a cikket a lányomról írtam, illetve magamról, hogy milyen érzések kavarogtak bennem akkor, amikor ő elment külföldre tanulni. Hát nagyon sokat aggódtam miatta, úgyhogy csak azt írtam le, amit éreztem. Úgyhogy elég könnyű dolgom volt. Az eseményen díjat kapott még a Kismama magazinban publikáló Váhi Nagy Erika, Nagymama, Álmaink és a Valóság című munkájáért. Továbbá a Magyar Nemzet munkatársa Seszták Ágnes, Értelmetlen élet című cikkéért, és Kemény Viktória, a kiscsillagon.hu honlapjáért. Az Origón megjelent 56 pizsama című webvideósorozat készítői megosztott díjban részesültek. A rendező, szerkesztő és operatőr Herner Dorka, a vágó pedig Szabó Dániel volt. A sorozat epizódjai és blogbejegyzései segítségével belátást nyerhetünk a kis és nagy családok életébe. Herner Dorka a nők anyaságról alkotott képzeteiről, az ideális anyaképről beszélt. Sok anyának van például a fejében az, hogy milyennek kellene lenni, tehát hogy például ideális anya az milyen. A Családbarát Médiáért díj az elmúlt 4 évben 48 alkalommal került kiosztásra. A díjkiosztón részt vett a díj legelső nyertese Kródi Tamás is. 2007-ben a Csodagyerek című írásáért kapott elismerést.